Szeretettel üdvözlöm a kitartókat. A sorozat 7. részéhez értünk. Ígérem, ez az utolsó rész lesz, ahol a kezelési pontokat vesszük, és majd áttérhetünk végre a terápiára. Az epehólyag 1-es pont a külső szemzug mellett található. Kezelésének hatása szétoszlatja a szelet, javítja a látást. Szembetegségek, fejfájás esetén ajánlott kezelni. Az epehólyag 14-es pont, neve Yang világossága, a szemöldök közepe felett egy hüvelykely található. Kezelése szétoszlatja a szelet, tisztítja a látást. Az epehólyag 20-as pont, a széltava, a nyakszirt csont alatt a trapézizom és a fejbiccentő izom közötti mélyedésben található. Szétoszlatja a szelet, hűti a meleget, javítja a látást és a hallást. Az epehólyag 21-es pont, a váll forrása, a váll legmagasabb pontjánál egy mélyedésben található. Szabályozza a csí mechanizmust és a folyadék háztartást. Szétoszlatja a szelet, hűti a meleget, válfájás, tarkófájás, a hát, váll, kar merevsége esetén kezeljük. Az epehólyag 30-as pont, a combcsont sarokpontja. Kezelése támogatja és szabályozza a májvezetéket, szétoszlatja a szelet, szabaddá teszi az alsó végtag vezetékeit. Az epehólyag 34-es pont az inak izmok vezérlőpontja, a fimula fejecse előtt egy mélyedésben, a térd alatt a külső lábszáron található. Kezelésekor a csít a középső és alsó melegítőbe erősíti, szabályozza a vese, léphasnyálmirigy, máj, epehólyag vezetékeket, rögzíti a mozgásszervrendszert és a csontokat. Az epehólyag 40 pont a külboka előtt alatt egy mélyedésben található. Oldja a pangásokat, átjárhatóvá teszi a hálózatokat, a láb és a sarok duzanata, lábikra görcs, csípőfájás esetén kezelhető. A kormányzó 14-es pont minden fáradtság pontja. A nagy csigolya, a 7-es nyakcsigolya tövis nyúlványa alatt találjuk. Támogatja és szabályozza a közép csíjét, oldja a görcsöket, nyitva tartja a felszínt, tisztítja az érzékszerveket. A befogadó 3-as pont, a hólyag terület gyűjtőpontja, egy hüvelykel a szeméremcsont fölött, 4 hüvelykel a köldök alatt a középvonalon található. Szabályozza a nedveket, támogatja a vese jínjét, növeli a vért, támogatja a vese jangját. A befogadó 12-es pont, a gyomor gyűjtőpontja, a köldök és a szegcsont közötti távolság fele a test középvonalában. Az összes yang vezeték találkozási pontja. Szabályozza a gyomorcsatornát, harmonizálja a gyomorcsít. A befogadó 24-es pont az állkapocs közepén, az ajak alatti mélyedésben található. Támogatja és szabályozza a májvezetéket, enyhíti a szelet. Túlzott nyáltermelés esetén tudjuk kezelni. A Tantien pont a test szimmetria tengelyében a köldök alatt van, a test belsejében itt tárolódik az energia. A lélek székhelye. Kezelése szabályozza a születési csít.
a Jiao pont vezetéken kívüli extra pont, a szemöldök középpontjában. Arcideg-bénulás, kötőhártyagyulladás, homloküreggyulladás, rövidlátás esetén lehet hatásos. A Qianming pontok a jobb látás pontjai. Az orbita alsó, mediális peremén sorban helyezkednek el. Az orbita alsó peremét bentről kifelé folyamatos tolónyomással kezelik. Hatása, szemidegsorvadás, kancsalság, retina gyulladás esetén ajánlott kezelni. A hetedik rész és egyúttal a terápiás pontok zónák bemutatásának végére értünk. A következő részben már a terápiás receptúrákkal fogunk foglalkozni. Addig is egészséges, szép napokat kívánok!